Van-e forgatókönyv? Mindig elfelejtem. Jó. És mosogat is, kedves nézőink! Úristen, nézd be, sövettem, ezt mit csinálod? Ráléptek a lábamra, én képes voltam elnézést kérni, mert tudtam, hogy 12 000 kilométerre vagyok a legközelebbi embertől, aki több pénzt kérhetek. Pontosan, hogyha már egyszer lesüllyed, már jönni kell és... Opa. Ez nem lesz benne, ugye? Zenei aláfestés volt. Van-e forgatókönyvünk? Mindig elfelejtem. Jó. Na, mielőtt kihűl, egy másodperc. Szervusztok, kedves nézőolvasók! Ez itt az Életsava Borcsa különkiadása, amiben grillezünk a harmadik hely nevezetű lakásszínházba, egy gyönyörű szép teraszon, és itt van velem a konyhában Varga Livius, aki a négy vendégem közül az első. Varga Livius vagyok. Hajdanán a pisztrángok réme, most már csak kedvelője, megsajnálója, de néha azért még elfogyasztója. Mert hogy teljesen abba hagytad egyébként már a húsevést? Nem tudom teljesen abba hagyni, törekszem rá, és még nincsen meg a szaktudásom ahhoz, hogy ezeket a teljes értékű fehérjéket pótoljam. Tehát annak kell, hogy legyen egy rendszer, mert hogyha valaki ezt nagyon össze-vissza hirtelen csinálja, legyen az bármilyen szép indok, hát hiánybetegségek lépnek föl, és engem... Nekem vannak ilyen felkészítő embereim. Isten ments, hogy hiánybetegségek lépjenek föl. Mit szólnál, hogyha elkezdenénk főzni, és rögtön ki is osztom a feladatokat. Jó. Szeretem tevékenyen tölteni napon. Igen, ezt tudom, és erről is fogunk beszélgetni. Jó. Azt gondoltam, hogy elmondom, hogy mit fogunk csinálni. Jó. Pisztrángot. Az nagyon jó. Amit most kivételesen nem te fogtál ki. Igen, most kivételesen pedig nem. Pedig szoktál horgászni, és arról is dumizunk. És... kérdés, hogy mivel szeretnéd megtömködni, ha egyáltalán szeretnéd? Fűszervajjal szeretnéd-e megsütni, vagy olajjal? Na most én úgy vagyok a pisztrángal, tehát a halnak olyan ízei vannak, hogy ha azt jól csináljuk meg, szinte semmi nem kell hozzá. Uh-huh. Tehát van az, hogy a csukát megtömjük hagymával, szalonnával, de hát a csukának, főleg, hogyha egy kubik gödörből származik, annak szüksége is van rá, nem? Mert végül szalonnával, hagymával minden finom. Ez olyan, mint a ketchup, tudod? Akkor mondjad, hogy mit de egy finom halhoz nem annyi... Van egy nagy bajom, hogy amikor teletömködjük citrommal, meg egy-két dolog, akkor meg tud keseredni. Aha. Egy pici. Vagy igen. A citromhéjában van a hiba. Szóval, hogy egy kis fokhagymát nyomatunk bele. Fokhagyma is meg tud keseredni. Az is. De nem baj. Citrom, nem, az se. A citromot utok tennék rá. Jó, és akkor utána még ebből is szóratunk egy kicsit, de igazából, ez itt mutatom a kedves nézőknek, hogy ez mandula, és az lesz a menőség a halhoz, ne. Hogy fogunk csinálni egy ilyen igazi fehér babos. Igen. Hát, hogy ne kell itt rotyogtatnunk órákon keresztül, mert okay. Így a babot, nem magunkat, mert utána fogunk rotyogtatni. Szóval, ebből... De ez fogunk... milyen bab? Ez fehér bab. Fehér bab, aha. És ebből csinálunk egy ilyen humuszszerűséget, csak nem csicseriborsóból, hanem fehér babból. De jó, ez nagyon jó ötlet. És csinálunk hozzá egy paradicsom szalszát, korianderrel, amivel te most elkezdtél összehaverkodni. Hát, sőt, beleszerettem, de azt tudod, de hogy jó. A rablóból lesz a legjobb pamdúr, és a legjobb feleség sem háziasszonyból lesz, azt mondják. Én utáltam, de ha lehet ilyet mondani, hogy egy íz, ami az nem való asztalra, ez olyan, mint a kék étel. Nekem szappanízű volt, és ezt meg utána is olvastam, és le is írtak, ez szappanízű bizonyos emberek meg imádják. És aztán akkor elmúlt a szappaníz? Egy nagyon jó barátom mondta, hogy hát ő is utálta, aztán most már imádja. Nem mondom, ez velem nem fog megtörténni. Fél éven belül megtörtént. Soha nem mondtad, hogy fél éven belül megtörtént. Figyelj, kezdjünk el főzni, mert ki fogunk kapni, hogy kihűl a grillő. Jó. Na, akkor először is válasszunk alá, a pisztráng alá valamit. Fűszervajat szeretnél, vagy olajat? Olajat. Minimalizálom az ízeket, ne haragudj, de... Kíváncsi vagyok a pisztrángizére. Minimalizáljuk, milyen íze biztos, van. Biztos okay. Sokat dolgoztatok a fűszervajjal, együk meg majd kenyérrel. Meg van tisztítva. Abszolút. Tökéletes. De már készen vártunk téged. Ja, Istenem. Na, szóval akkor ha már pisztráng, akkor mondd már el nekem, hogy miért szeretsz horgászni? Hát én azt sokáig azt hittem, hogy halat akarok fogni. Aztán az egy gyanús lett, hogy alig fogok halat, és mégis olyan boldog vagyok, mikor elmegyek, meg mikor visszajövök, akkor is. Ha üres szákkal jövök haza, akkor is boldog vagyok. Szóval rájöttem, hogy ez egyfajta ilyen természet szeretett, természetben üldögélés. Aha. Üldögélés, és néha idogálás, ha már itt tartunk. De gyerekkoromban például nem idogáltam, és akkor is imádtam ezt. Mindig bennem volt, hogy most fog megmozdulni az úszó. Bennem volt ez a vadász dolog, de így jöttem haza üres szákkal. És ezt nem értettem. Szigorú szabály, vagy nekem is, ahogy a közös Jakab Szabolcs barátunk szokta, akkor már ötkor ki kell menni.
üdvözlünk, Szabi, hogy akkor már csak nem is ötkor, hanem még korábban, mert a Szabinak például a fia az még elvakultabb hát horgász. Van, mikor kimaradsz egész éjszakára vagy napokra. Mondjuk ez nem áll olyan nagyon messze a zenész. Nem, ez a turné, horgász turné, és mi csináltuk is ezt több zenész barátommal és hangmérnök barátommal, hogy tulajdonképpen kiköltöztünk a folyó partjára, szinte folyamatos volt a horgászat, felváltva ügyeltünk a botokra, egyik bealudt, a másik ébren maradt, és így. De aztán rájöttem, hogy én nekem lehet, hogy egy ilyen gyermekkori kattanás, hogy apukámmal töltött idő, az egyik legszebb kettesben töltött idő, amikor elvitt horgászni. Végre, mert sokáig nem vitte. Neked van testvéred? Van, nővérem. De és ő akkor nem őt nem vitte. Ő nem annyira akart horgászni, titkos. Ugye? Te pszichológus. Így tudott titkos pszichológus. Én nem vagyok titkos pszichológus, de te viszont titkos pszichológus vagy. Az lehet. De ez nem ilyen fenyegetőleg. Mert hogy akkor így tudott... Rá néztem a késedet, te viszont. Lehet, hogyha bátyád lett volna, akkor valami más minőségi időt kell választani, amit kettesbe tudsz tölteni apukáddal. Na nyomassuk azokat föl, mert tényleg ki fog hűlni, és a forró nagyon szigorú velünk. Hát, ja, Kend, le légy szíves, se. Ezt erre kell föltenni? Igen. Majdnem rákönyököltem, azt Jézusom. Ne. Jó, de én gáztűzhelyhez vagyok szokva, meg bográcshoz, azért egy ilyen menőtárgyat. Eleve szobornak néztem, amikor följöttem az erkélyre. Vagy teraszra. Akkor, igen, akkor lehet, hogy nézd, ezt ide rakom. Ne! Így leizélgetjük gyorsan, ilyen ecsetvonásokat. Hát csinálj, nagyon sokat voltam festő. Én kérlek szépen... Festőmázoló vagy az egyesült alá... Nem, mázoló, festőmázoló, külső és belső falfestő, tornácfestő, sőt, egyszer egy haverom trabantját is lefestettük valakiddal, de erről később, vagy soha. Akkor oda teszem a pisztrángot, viszont előtte egy nagyon picikét sózunk. És ez akkor volt, amikor az érettségi után kimentél Amerikába? Igen, én csak kétszer voltam még Amerikában. De mind a kétszer dolgoztam ott a megélhetésért. Aha. És engem valahogy úgy alakul, hogy amikor nehéz helyzet jön, engem mindig az építőipar szippant föl, soha nem a művészvilág, nagy bánatomra. És kérlek szépen, ott rengeteget festettem, mert rájött hamar a főnököm, hogy az egyik, több főnököm is rájött erre hamar, hogy ez egy olyan munka, amit ugye én segédnek szegítem hozzá. Nézd, bedobod, és akkor nem fognak jönni rád a méhek. Szóval... És mosogat is, kedves nézőink! Úristen, nézd, se vettem, ezt mit csinálod! Tehát ha nem az építőipar cipan be, akkor be tud cipantani téged a vendéglátás. Igen, a vendéglátás a másik, abban is dolgok, az a másik középső nevem. Akkor menjünk végig, szóval Amerika... Amerikában, igen, hamar rájöttek, hogy a festőmelót, valaki keze alá dolgozni, az egy dolog. Amikor rájöttek, hogy egyedül is meg tudom csinálni a festést, akkor külön munkát vállaltak, az egyiket csináltam én, a másikat ő. Aha. Én viszont órabérben voltam, ő megvállalkozó volt. Tehát megérte velem dolgoztatni. Hamar kitanultam a festést. Persze, csak egy szűk szegmensét. Így működik, azt mondták. Jó, nagyon szuper. Hát ez egy kicsit oda kapott már is. Adok egy tányért, és ha úgy érzed, hogy ez már jó, akkor oda ki tudjuk tenni. Hát ez még sokára lesz jó, úgyhogy ezt inkább most kétségbe esetten elkezdem locsolgatni és mozgatni. Mert a halat nem hagyjuk veszni, inkább türelmesen azt fogom mozgatgatni, miközben dumcsizunk. És akkor ebből a kamaszkori, vagy tulajdonképpen ez még kamaszkor az első Amerika, nem? Melyik? Amikor legelőször voltál kint. Hát 18, ja. Hát ez kamasz. Nagykorúság határa, ugye? Igen. És onnan mi az, amit így haza tudtál hozni magadnak ilyen tapasztalatként? Hát egy társalgási szintű angolt, amit utána tudtam itthon fejleszteni nyelvtanilag, meg még szókincsben. Meg azt, hogy meg kell, és meg is tudok állni a saját lábamon. Uh-huh. Szociális háló nélkül. Illetve, hogy a főnöknek mindig igaza van. És ez a legfontosabb. Ráléptek a lábamra, én képes voltam elnézést kérni, mert tudtam, hogy 12 ezer kilométerre vagyok a legközelebbi embertől, aki több pénzt kérhetek. Úgyhogy megtanultam nem ego problémát csinálni abból, ha mondjuk a főnökömmel vitám volt, hanem munkának tekinteni. Ezek persze nem művészi projektek voltak, bár egy falat kívülről lefesteni azért van abban valami. Ha nem is művészet, de filozófia mindenképpen. A tökéletesség, tehát bemegyek valahova, egyben meglátom, hogy el van-e szépen húzva, vagy nincs. Valaki utólag ezt rongyal törölte,
vagy maszkolótéppel, az hogy tépte le? Ha? Néha meglátom a 10 éves maszkolótép maradékát. Ez itt egyébként 99.9-es, tehát ilyen pontszámot nagyon ritkán kap valaki nálam. Hát így, persze nálam otthon nem ilyen tökéletes festés, de erről később. Na jó, de hát a Varga Schuster fiának, cipője. Igen, a Schuster van. Fiának Lukas a cipője. De jó, ugyanaz jutott eszünkbe. Robbanököp, robbanököp, de akkor ez, robbanö. Ez de akkor ez most jól jön neked, nem? Hogy ilyen talpra esetten tudsz mindig a talpra esetten a felszín maradni, az elég ilyen képzavar, ugye? Nem tudom, én szeretem a képzavarokat. Jaj, de jó. Imádok magányos farkasként szemben úszni az ára. De sarokba szorulva meghátrálok. Tehát ez a kettős, ez a kettős dilemma bánt engem. Uh-huh. Igen. És ha ismerős ez a déjà vu. Mert hogy pont ma jelentették be ezt a, gondolom nagyon örültél neki, hogy... Nem tudom, nem hallottam egy bejelentést sem. Igen, hogy a 500 fő feletti rendezvények akkor nem lesznek, és elmaradnak a fesztiválok, meg minden franc karika. Ja, hát de nem is volt ugye úgy, hogy lesznek. Úgy volt, hogy lehet, hogy lesznek. Aha. Na, akkor én ilyenkor nem öltöztetem ünneplőbe a szívemet, mert tudjuk, hogy mekkora csalódás. Majd, ha odaérünk, átmegyünk a hídon. Én úgy voltam vele. Uh-huh. Augusztus 15 kijelölték ezt az állat, majd meglátjuk. Uh-huh. Érjünk oda. Egyelőre nem úgy számolunk. Úgyhogy... Mert azért az egész zenészvilágot eléggé oda csapta ez. Nem akarom bagatellizálni ezt a részét. Éheznek a gyerekeink. Van, akinek tényleg egyébként, és nagyon szomorú, hogy néhány zenészbarátomnak zsibog a csuklója meg a könyökem, mert őket is az építőipar szívta föl. Csak éppen eltelt 30 év, amíg zenéltek, és nem ebben edződtek. Uh-huh. És egyébként ez nem para, mert hogy a zenésznek az ujjaira nem szüksége van. Ez történik. Aha. Ez van. Egy csomó emberrel, akinek nincs máshol dolga, és a gyerekek meg ilyesek. Uh-huh. Szóval hűültem az elején, de azért nem illik ezzel, mert nagyon komoly sorsok fordulnak most meg. És te hogyan tudtad megtalálni ebből a megoldást? Felszívott az építőipar. Hát építőipari, dolgoztam egy pár napot, köművesként takarítottam kutat, voltam ácsinas. De ez mit most mondasz, vagy ez az amerikai? Most volt ez két hónap, mikor márciusban? Ha? Márciusban ijedtünk meg, akkor történt velem ez. És tudom, hogy tényleg, mert én is egy zenésszel élek együtt, tehát tudom, hogy azért ez... rohadt nehéz, mert csak, nem csak anyagi azt szempontból, hanem nem az együttélés feltétlenül, hanem az egész helyzet. Jó, mert lehet, hogy az együttélésben legközelebb a feleségeddel főzök, és de jó illat, élni. Gyere, szagold! Nem is csak az anyagi része, mert nyilván az is jelentős, hanem hát mindenkinek ez az élete, és hogyha gondolom a koncertek, az az energia, amit egy koncert ad, meg a közös együttzenélés, az baromi. Nagyon hiányzik, uh-huh. hogy ne. Meg ugye valaki sokat dolgozik valamin, elér vele valamit, belekerül, benne él, benne lüktet, egy kicsit uh-huh. önmagát veszti el, ha ezt nem teheti. Van benne egy olyan reggel fölkezd, és nem annak érzed magad, akinek addig. Uh-huh. Amivel addig már nagyjából jó voltál, vagy amivel megtanultál harcolni azért a valakiért, vagy megtanultál megbocsátani annak. De mindegy, az a valaki, az egy kicsit úgy megszűnik. Uh-huh. És szerencsés az, aki talál egy másik önmagát, amire egy ilyen helyzet kényszeríti, vagy amire lehetőséget ad. Uh-huh. Sokunknak az az öröme, hogy a pénzt elbukjuk, lehetőséget, örömet, az ugye ezzel jár, csillogást, vidámságot, elfémizmusok, vidámságot elveszíti az ember, de például megtalál időt, hogy észrevegye a kertjében, vagy a balkon ládáján a pillangót. És neked ott a kertben itt lenne két kis gyerek is, igen, ezt akartam mondani. Igen, az neked a kezdeni, nem a pillangóval. Jó van, de szerencsés vagyok, én is sok időt tölthetek most a gyerekekkel, úgyhogy ez csomóan mondták, igen, hogy azért amellett, hogy nyilván tök rossz az egész helyzet, meg senki nem választotta volna ezt így, de hogy meg mellette tök jól összehozta a családokat. Igen, meg egy kicsit azt is megtanuljuk, hogy mennyire illúzió biztonságról, vagy uh-huh. anyagi, vagy karrier, vagy bármiféle biztonságról, vagy biztosításról, vagy nyugalomról beszélni. Hogy, hogy az élet csettint egy ilyet, amikor jönnek az elemek, mindig ezt mondta apám, akkor ne próbálj harcolni, csak figyelj, hogy merre visz.
Ja, mint az örvénynél, hogy... Szóval szerint elemekre gondolt, nyilván nem, mit tudom én, világgazdasági válságra. Nem csak az örvényre mondják ezt, és szerintem egy ilyen helyzetnél is ez, hogy az örvénynél nem szabad nekiállni, rukapelni, hanem... Lemenni és elrúgni magad. Vagy lesz elég legved, vagy nem, de ha erős az örvény, középen, te fölfelé, ő lefelé, és folyamatosan víz alatt van. Hát ugyanez. Megkínálhatnak egy finom forrás vízzel? Jaj, igen, köszi szépen. Kérlek szépen, ezt norvég gleccserekből kivágott jégtáblákból olvasztották ki. És milyen figyelmes házigazda vagy, köszönöm manók. Szépen. Hát igen, én már ki vagyok tikkadva. És még itt közben elkotyogtam az időt, és a bakürék még sehol. Igen, igen, köszönöm szépen. Nézd, milyen szép színes lett. Na ez csillagos ötös. Köszönöm. Csin-csin. És erre a citromot tettél? Erre raktam citromot, és ebbe is fogok rakni Mekkora citromot. Mekkora nagy menő vagy. Fú, ez nagyon jó. Hát remélem, bocsa. Hogy jó lesz. Bocsa. Te szeretsz főzni Sama egyébként? Bocsa. Hát ennyire nem tudok, mint te. Mert úgy tűnik, hogy ennyire tudok. Próbáltam egy kicsit. Hát van egy ki jó. Próbáltam egy kicsit itt... Udvarolni. Mondhatnánk, bokolni. Amire van recept, vagy el tudom képzelni, azt megfőzöm. És van saját recepted, amit te találtál ki? Hát a nagy része az, mert sosem követek pontosan egy receptet. Inkább elolvasok, nem annyira, nem, inkább én ilyen szintetizáló meg elemző vagyok egyszerre. Uh-huh. Hát elkezdem elemezni a netet, hogy készülöm mondjuk a marhapörkölt. Végignézek néha pár videót, mint egy igazi tévés szerkesztő, vagy mindegy író, aki előtte kutatja a témát. Valahogy így. Megnézem az összes receptet, és leszüremlik belőle valami, hogy a hagyományos mi az új, mi a modern, uh-huh. mi vonatkozik szabadtűzre, mire nem. Egy 10-20 recept után már ez kijön. Abszolút. Elkezded érezni, hogy miből eredt ez, hogy miük volt ott a pusztán. Mondjuk a gulyásoknak, vagy akárkinek, aki a pörköltet csinálta. Ilyen sztorit is raksz mögé? Már így te bele kell élni magadat a gulyás szerepbe, hogy tudja csinálni a pörköltet? Bele bizony! Na, mert amikor mi kimegyünk a Gézával pisztrángolni, na az nem ugyanaz, mint amikor pontyolunk. Mert a pontyolászat megüdögélünk, az szépen. De amikor az embernek legyezgetni kell a vizet, és óvatosan imitálni szépen a műlegyeket, meg a valódi legyeket, hogy úgy bukdácsoljon, szakszóval emelgetve, hümperegjen a víznek a habján, hogy ez a kis pisztráng a kis budafejével az így, hogy az igazi rovar, s hambe kapja, de már rajta is kell lenni, mert ha az ember nem akaszt neki azonnal, elmegy el, mert okos hal, nagyon okos hal. Igaz, okos voltál, de sajnos te valahogy nem. Szoktál egyébként hazállítani igazi hallal? Nem, most már akkor főleg, hogyha a fiam... Mert néha be se dobod a... Én már kevésszer dobom be, de a fiam meg rá teljesen rászokott, és szenvedélyes horgász. 4 éves, de már nyert horgászversenyen egy horgászszéket. Olyan 7 évesek közé bement pecázni. Egyébként fantasztikus, sok türelem kell, nem? És hát az ő horgásztatához nem, mert tudod, ő üti a vizet, tehát snecizik. Aha. Az egy nagyon aktív dolog. Aha. Mondhatnám a legaktívabb dolog. Ugye ott azzal kelted fel a halnak a figyelmét, hogy etetsz először is, és az arra járó halakat a vízbe csapódó csali rezgései az arra mennek rá. Hmm. Tehát az pontosan, hogyha már egyszer lesüllyed, már lenni kell és... Opa! Ez nem lesz benne, ugye? Zenei aláfestés volt. Jó, újraindulunk. Szóval szépen ütni kell a vizet, és akkor a vízbe csapódó csali rezgései felkeltik a halak érdeklődését, és emiatt közelítik azt meg, és vesztenek rajta. Úgy érzem, hogy te tudományosan is beleástad magadat ebbe, vagy elolvastad a horgász szakkönyvet? Én igen, mindenki azzal szokott velem gúnyolodni, hogy a Lévis a szakirodalmak embere. De úgy tűnik, hogy te egy ilyen alapos ember vagy. Én utána nézős vagyok, igen. Nem voltam soha stréber a suliban, ez ilyen, azt hiszem, 20 éves korom után jött belem elő, hogy elkezdtem elolvasni középiskolai. Mert akkor végre olyanokat foglalkoztattál, ami érdekel, nem? Érdekes, nem hogy kötelező. Nem csak, mert ugye ami kötelező olvasmány volt, gimiben nem érdekelt. Na jó, de a gimi után meg már nem volt kötelező, lehet, hogy pont ez vonzott. Igen, téged, lehet. Anyukám kezembe adott egy Bulgakovot, elolvastam, mondom, nem, már ezt hagytam ki a gimibe. De nem hiszem, hogy gimibe érdekelt volna. Teljesen egyébként gimibe csomó olyan dolog van feladva, ami akkor még nem izgalmas. Én például a Jókait utáltam gimibe, aztán magyar szakon egyszerűen rájöttem, hogy Jézus Mária, mert ez tök jó. Mi? Ugye? Igen. Ugye? Főleg a körmondatai. Jó, hát az én körmondataim is szokták írtani a kollégák. Úgyhogy. Nem, én magam is nagyon szeretem Jókait. És aztán nem csak regények kellett, így képzeld el, hogy én az Élet és Tudomány újságot járattam, megvettem mindenféle magazint, akkor rákaptam a történelemre, akkor onnan meg a filozófiára, itt már 30 éves vagyok, és akkor a filozófia után vallás filozófia, úristen, istenhit, tik-tik-tik, 40, és most már mindjárt 50 vagyok, és te egyesen más érdekel. Tényleg mindjárt 50 vagy?
Hát pár hónap, február, Valentin napon. Ujjaj, tényleg! Elterettem ezt a témát, jól van, szerelmesek ünnepel! Bírja, van három fázis. Ez minden víz. Nincsen más megoldás, mint a türelem. És átvehetném tőled, mert azonos típusú készüléken van. Nem éledik ezt így elegánsan kevergetem. A miénk piros. Egyébként hallatszik, amit beszélgettünk? Na, nagyon jó, mert meg akartam tőled még kérdezni, mert én nem tudom, hogy te hogyan lettél kutya. És bennem egy olyan nagy féltékenység van. Na? Mert én mindig nagyon szerettem volna egy becenevet, és képzeld, hogy egész általános iskola 7.-8.-ban végig rágóztam, mert rájöttem, hogyha van valakinek egy ilyen jellemző tulajdonsággal, a becenevek onnan jönnek. Tehát ezt meg összeraktam. És rágóztam mindenkinek az arcába, hát ha észreveszik, hogy én rágózom, és akkor emiatt lesz nekem valami becenevem. Borék Bori, vagy... és... Vagy Rákcsa? Már a végén olyan állkapcsom lett, mint a Supermannek, de még mindig én voltam a Bori. Azt tudod, hogy a széles áll az egy vonzó pont a férfiaknál? Igen, de én nő vagyok. Nem, a férfiak vonzódnak a széles állunk. Ja, tényleg? Szögletes áll. Valami... Nem tudom, nem a DMN-en. Tudom, én hol olvastam, én már összeolvastam, összefolyik a világ. Na, szóval, kutya. Igen, kutya. Esély. Hát, most mit mondjak erre? Nekem nem volt éppen tartós kapcsolatom. És Németországban turnéztunk, mondjuk így. Hát ilyen ifjúsági házakban, meg kávézókban, a korai Quimbivel. Színpad sem volt, csak a padlón, kocsmai környezet, kocsma koncertek. És hát ugye mit akar a fiatal zenész, 20 éves, hát becsajozni, legalább aznap, érted, főleg német turné. Hát ezért megy mindenki zenésznek, nem? Hát... Jó, persze a zene szeretete miatt. Mi nem, de a többiek tuti. És hát bementünk, tudod, megérkezünk bőröndökkel, bemegyünk a helyre, ahol játszani fogunk, délutáni hangulat, 14 asztalnál 32 ifjú nő, korunkbeliek. És akkor Gerdesics Feri megállt, ismervén a vágyaimat. Azt mondja, na, ha itt nem csajozol be, kutya legyen a neved, Livius. Mondom. És akkor mondom neki, hogy tartom. Másnaptól kutyának hívnak. Bár állítólag az asztal, ami alatt aludtam, annál még egész kedves lányok beszélgettek, és amikor engem elvittek a szállásra, akkor azt mondták a lányok, hogy olyan szimpi volt, kár, hogy kiütötte magát. Szóval szerintem én nagyon örültem a lányoknak, csaptam a szelet, aztán túlittam magam izgalmamban. Figyelj, te tálalásban hogy vagy? Ó, hát a középső nevem tálalás. Szerintem a jó tálalás az... Szerintem ez az, amire szokták mondani, hogy ezt ne csináld, ami még be van dugva, nem? Mármint én egyszer így leizélgettem az ujjamat. Ú, de igazad van. Teljesen igazad van. Hát én ezt most itt az úgy perfekt. A sebesség kedvéért. És szerintem el is érkeztünk a legizgalmasabb pillanathoz. Oké. Nem lett egy ilyen séfes tartásom? Nem érezed, hogy szerepben vagyok? Nem? Még szeretném, hogyha egy ilyen sószórást tudod, ilyen mémeset. Aha, nincs borsos. Sajnos. Csak így egy kicsit megszóljuk lazán. Na, először a szalszát. Hát én biztos, hogy azonnal rámegyek a pisztrángra. A pisztráng legjobb részére, és kapásból mandulál, nem fogom egy külön-külön próbálgatni. És figyelj, tudsz mondani ilyen tippet, hogy mert sokan azért nem esznek halat szerintem, mert hogy félnek a szálkától. Uh-huh. Van, aki azért nem repül, mert fél, hogy lezuham. Elég figyelni a statisztikákat. Amúgy, hogyha hozzátartozik a családi kultúrához, az a babos cucc. Tényleg. Olyan reflexiót ad a salátádra, hogy csak na. Már-már úgy érzem, hogy a pisztráng, hál' Istennek nem agyon fűszerezetem, csak natur pisztráng, mintha ő egészítené ki a zöldségkölteményt. Ezt nagyon szép buknek veszem, köszönöm szépen. Ezt nem hiszem, hogy te nem tanultad, vagy erre születtél. Viszont a pisztrángunk sótlan maradt, ezért ezt a mozdulatot megpróbáltam is, jó? És a végén egy kis tölt sóval, ha lehet, akkor sófalvi legyen, avagy lehet Himalája, tengeri, illetve görög.
köszönöm szépen, jó étvágyat, és nektek is nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és egyetek ti is pisztrángot, mert nagyon egészséges. Sziasztok! Az első kóstolásomról nem szeretnék beszélni, mert akkor... Na mindegy, ez nem publikus. Két évvel ezelőtt még pont egy interjúban azt mondták, hogy tudod, hogy mindig az jön ki a nevedre, hogy Borbély Alexandra magassága? Tényleg? Ezek az idők elmúltak, most már megint az Ervin van a képben, jól van. Szandra, a szádon van egy kis zöld darab. És? Ez egy főzős műsor. Ezt már nem is kell elmondanom, mindegy. Nem, hogy is nem.